Üdv mindenkinek, ez itt a Binding of Isaac Hunt Channel, én a mai epizód, melyben lássunk egy... próbáljunk meg egy game breakinget megint. Hát itt csak félek sikerültek, amikor ez volt a cél. De hát, ha majd ma... kicsit fáradt vagyok. Reggel óta GTA 4-be próbálok real car pack-eket felrakni, de egyik sem működik, sehogy sem. Rákérdeztem, hogy vajon miért nem működik, aztán azt a választ kaptam, ez a sok szokásos, hogy fúj. Itt a citromot ne is lássam, szóval, hogy vedd meg eredetibe a játékot. Hát köszönök, sokat segítettél. Annyira azért nem érdekel. Wow, egy dime. Éből is egy nagy szar. Szóval annyira azért nem érdekel, főleg, hogy mostan jön a GTA 5. Úgyhogy hagyom a fenébe. Maradjunk az Isaacnél ma is. És remélem lassan végre összejön egyszer a game breaking. Ezen a csatornán még nem láthatok. De... nagyon érdekes, tényleg ígérem. És úgy, apá, rossz helyre raktam a bombát, se baj. Szóval... úgysem nyugszom addig, amíg egyszer végre össze nem jön. Remélhetőleg nem kell rá olyan sokat várni. Esetleg találnék egy kulcsot a boltba is, bemennék nagyon szívesen. Hál' Isten, femint kaptuk, azért mondom, mert... így ébölt újra tudjuk generáltatni minden... gondolkodás nélkül, mindenfajta gondolkodás nélkül. Ugyanis a húskockát nem lehet. Úgyhogy egy húskockánk biztosan lesz már ma. És azért lenne fontos egyből bemenni a boltba, mert ugye mondottam volt, mindenképp kell a habit a game breakinghez, anélkül nem lehet. Egyszerűen sehogy sem. Ha mindig elsőre eltalálod, hogy merre van az item room az adott szinten, mondjuk esetleg Campus-szel vagy akárhogy, még akkor is nagyon nehéz lenne habit nélkül, úgyhogy ez mindenképp kell hozzá. Ami még nagyon jó volna hozzá, és amiről még talán nem beszéltem, az a scapular. Ugyanis az a végtelenített D6-os charge-ot kapnánk, habit scapular plusz D6. Akkor biztosan meg lenne a game breaking. És biztosan végigvinném a játékot is, ugyanis olyan itemeket veszek fel majdnem, amelyeket szeretnék abban az esetben. De még ne beszéljünk róla, korai. Egyelőre kéne egy kulcs, hogy bemessek itt a voltba. Ott is van. Egyszer még mindenképpen tudok kérni új itemet Able helyett, de majd meglátjuk. Hogy még egyszer talán összejön, elég sok szoba van még. Hát a Rainbow Baby-t elviszem, ha minden kötél szakad, de azért jobb szeretném, hogyha nem familiárral indítanánk, annak ellenére, hogy a Rainbow Baby az egyik legjobb közülük. Na, talán még egyszer. Közben már harmadszorra találnak el ezen a szinten, ezt kicsit pazarlásnak érzem. Közben van még egy kulcs, úgyhogy most már tényleg minden további nélkül bemehetünk a boltba. Amúgy kaptam Curse of the Lost-ot, ami ugye négy szobával megnövítja a szintet, mert nem nagyon figyeltem a legelején erre. De hát ilyen helyzetben okkal gyaníthatom, hogy ez történt. Book of Revelations. Hát lehet, hogy elviszem Rainbow Baby-t és itt próbálkozom a boltban még egyszer. Annak ellenére, hogy a Book of Revelations az egyik kedvenc spacebaros itemem. Attól függetlenül game breaking szempontjából nem a legjobb, sőt... ajaj. Ott a tüntődrák környékén szeretném őket felrobbantani. Hát nem jött össze sajnálatos módon. Megint két szólhártot kapok óriási mázlival, és nézzük, mit kapunk itt. Guppy farka. Hoho. Lehet, hogy inkább ezt generálom újra, mert ezt nem nagyon szeresen vinném el. Hát ezt meg pláne.
nem biztos, hogy szeretnék ma Gabival alakulni, nagyon sokszor sikerült mostanában, tehát nem szeretném, hogy unalmassá váljon a dolog. Innen meg elviszem a 3 centes Soulheartot, elviszem a Rainbow Babyt, és lássuk a... illetve nem, először még bepróbálkozom a Secret Room-mal. Sajnos túl sok helyen lehet, valószínűleg Curse of the Lost-ot kaptam amúgy. És el is fogyott a bombám, úgyhogy Secret Room nem lesz belőle. Úgyhogy... úgy gondolom, hogy... a küldetésünk ezen a szinten véget ért. Nagyjából kihoztam belőle a maximumot. Na jó, nem teljesen igaz, mert mondjuk ezt a bombát is meg tudtam volna szerezni. De hát ez van. Menjünk tovább a következő szintre. Basement 2. Nem kaptam most biztosan Curse-t, mert ezt láttam volna. Mert most odafigyeltem. És egyből neki is fog menni a bossnak. Amit már tudjuk, hogy nem feminine. Ez nézzük micsoda, kicsit félek tőle. Puberty, nem baj. Gemini, vagy mi ez? Ja, ez az, csak ez a champion. Nagy valószínűség szerint fogok ördögüzletet kapni, vagy angyalszobát esetleg. Az viszont azért gáz, mert úgy jöttem ide, hogy nincs D6-os töltésem. Úgyhogy lehet, hogy ez nem volt túl jó ötlet, még egy szobát kellett volna a boss előtt teljesíteni. De hát mindig utólag okosabb az ember, mert ezt átmondhattam volt valóban előre is. Ott is van né az ördög szoba, megint Gapi farka, köszöreg. Nem akarok ma macskává válni. Már nagyon meg lenne rá az esély, ha mondjuk felvettem volna az első szinten a Gapi farkát. Most meg itt mondjuk Gapi fejét és a 9 életet kaptam volna. Mert ugye megvan a Gapi farka, akkor nem ajánlhatja föl megint az ördög. Mondjuk azt sajnálom, hogy azzal, hogy egyszer láttam, nem vettem ki a rotációból a Gapi farkát és megint megtaláltuk, mert mondjuk tényleg tudtam volna elképzelni helyette valami hasznosabbat is. Én azt a speed up-ot újra fogom generálni. Tényleg nem lett volna rossz döntés, hogyha úgy jövök be ide, hogy wow! Egy nagyszerű újra generálásnak lehettetek szemtanúi. Szóval nem lett volna rossz, és ha úgy jövök be ide, hogy föl van töltve a D6-os, vagy illetve egy szoba kell hozzá, mert akkor az ördög itemekkel is el tudtam volna ugyanezt játszani. Hasonló, valószínűleg hasonló kimenetellel. De hát ez van. Nem játszom most egyelőre jól, de mondom, nagyon le vagyok ma szívva. A Borzo Steel nagyszerű, és nagyon örülök, hogy ilyen korán megtudtam, hogy melyik a Borzo Steel pirula. Ami szerint véleményem szerint majdnem, hogy a legjobb a játékban. Vagy a Hellsap, vagy a Balls of Steel, ez a kettő jelöltem van a legjobb Binding of Isaac és pirulára. Yamhart. Nem fogom elvinni. Viszont a Curse Room-ba be fogok nézni, minden bizonnyal. Beáldozva egy Soulheartot, illetve nem áldozva semmit. Viszont nem is nagyon nyerve semmit, mert... tulajdonképpen egy Soulheartot feláldoztam a 6 centért, de hát ez van. Reménykedtem valami itemben. A Secret Roomból nem feltétlenül Epic Fetus-ban, mert azzal is nem rég mentem, kétszer is. Ma valószínűleg nem fogom fölvenni, ha megtalálom, ami nagyon nagy fájdalom lenne, mert az egyik kedvenc itememé vált, lassan. Nem így indult a mi kapcsolatunk, de most már tényleg az egyik legjobb itemnek tartom az egész játékban. Mondjuk ez eddig sem volt titok. Láthattátok a top 10-es listámon, simán dobogós. Sőt, azóta szerintem megverte az IPK-ot, illetve megverné. Csak akkor úgy éreztem, hogy az IPK-k többet tett értem. Mint az Epic Fetus abban a periódusban, amikor csináltam azt a videót, ezért került elé. Ezek a greed fejek rohadt idegesítőek, bár egyre nem okoztak túl nagy gondot. De
De most igen. Kissé. Na most nyugodtan bemehetek a bosshoz. Aki Husk. Aki nem egy rossz boss, illetve nem nehéz. Ezáltal nem rossz, igen, jól mondtam tulajdonképpen. Annak ellenére, hogy nem az egész erősségem, pontosan is jól fogalmazni. Főleg, hogyha fáradt vagyok. Ami gyakran megesik, ha ájszekezek. Vagy ájszekezem. Ha már magyarul beszélünk. Hát ennyi volt Husk. Talán egyszer találta, talán egyszer se, nem nagyon figyeltem. Squeezy az nem a tipikusan újra generálós item, úgyhogy vigyük is el. És nézzünk be ide. Personban mindig benézek. Mostanában. De hát néha megéri. Na itt egy kis bugot szeretnék bemutatni. Ami néha nem sikerül, de most hát, szóval, hogyha leraksz egy bombát és kimész és visszajössz, akkor elvileg a robbanási hatósugara megnő annyira, hogy fölrobbantsa mind a kettőt, de hát ez most nem jött össze. Pedig úgy 10-ből 8-szor működik a dolog. Úgyhogy próbáljátok majd ki. Itt meg már vesztettem azt hiszem egy egész Soul Heart-ot. Kár, hó, még egy dime. Bolt, 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 ahhoz kéne még egy kulcs. Sajnálatos módon most is veszítem a D6-os töltéseket, ami nem a legjobb dolog ebben a játékban. De hát Campus nélkül elég nehéz eltalálni, hogy merre van az item room, és általában nem is jön össze. Ezt majd ott a három bombánál fogom elhasználni. Mindig nem akarok bemenni a boltba. Az item room akár hasznosabb is lehet. Ámbátor. Breakingre megyünk ma. Menjünk a boltba. Kockáztatva azt, hogy az item roomot itt kell hagyjam. És úgy tűnik, hogy igen. Ez sajnos így lesz. Ráadásul nem nagyon kaptam semmi hasznosat. Hát itt lesz egy kulcs. Nem. Abban reménykedtem, hogy esetleg boltba találhatok egy kulcsot is, meg mondjuk egy habitet, akkor nagyon jó döntés lett volna, ezt kár is vitatnotok. De hát most így megint rossz döntést hoztam. De hát már nagyon sokszor végigvittem a játékot, hál' Istennek. Ezt jó kimondani. Mert tulajdonképpen egy hónapot játszottam vele elég intenzíven. És végigvittek. Továbbra sincs kulcs. Szóval ebből azt akartam kihozni, hogy igazából kihívás már megvolt. Már nem az az elsődleges szempont, ez micsoda. Telepills. Köszönöm, elszúrtad a bombámat. Mert most megint ki kell robbantanom a titkos szoba ajtaját. Amit meg fogok tenni minden további nélkül. Hét centért egész pontosan. Hát megveszem a Steam Sale-t, mert nem tudok mit más csinálni. Akár adott helyzetben, ami nem biztos, hogy bekövetkezik, sőt igen, kicsi az esély. Szóval adott nagyon nem valószínű szituációban még hasznos is lehet, például, hogyha megkapom Money Equals Power-t, akkor kevesebb damage-et bukok, hogyha veszek valamit a boltból. De hát mivel a következő boltban 50% esély van, hogy Greed lesz, utána meg már Depths vagy Necropolis van, így ennek lehet, hogy nem lesz túl sok a jelentősége. Hát majd elválik. Katakomba 2-ben járunk. És ezeknél a szemét gyökér állatoknál. Nem rossz a damage-em a pentagramnak köszönhetően, de azért annyira nem vagyok még elájulva tőle. Most már viszont abszolút kulcs hiányom van, már megint.
egyik legutálatosabb szituáció a játékban, amikor ki kell hagyjál valami fontos termet, azért, mert nincs kulcsod. Például most bemehetnék egyből a boltba, és nem buknék D6-os töltést, hogy habitet szerezzek. De hát, nincs kulcsom. Úgyhogy ez megint nem ér semmit. És már megint szórom el a drága D6-os töltéseket. Left hand. Na ez érdekes. De mivel nincs kulcsom, ezért nem szeretném elvinni. Így is kevés kulcsom van, és ezáltal piros ládák lennének, akkor még kevesebb lenne. Na, itt az első kulcs. Amit megint a boltra fogok elszórni. Hiába 50% esély van rá, hogy grid lesz ott. Én ennek ellenére szeretném megpróbálni, mert mint mondtam, a game breaking van a célunk. Nincs grid, nincs kulcs sem, és nincs habit sem. És továbbra sincs. Úgyhogy menjünk tovább, és reménykedjünk még egy további kulcsban, mert ha két item roomot kéne kiadni egymás után, na az már baromi nagy katasztrófa volna. Viszont van arcade nekem, meg 20 centem és Steam Sale-em, úgyhogy ebben az esetben igenis hatásos lehet a Steam Sale. Mert hétig leázhatom anélkül, hogy kockáztatnám, hogy nem tudom megvenni esetleg a habitet, hogyha kapok. Egy kulcsot a kapnék, vagy kettőt, akkor már itt hagynám ezt az egészet, nem is játszanék tovább. Nincs kedvem most itt az arcade-ban húzni az időt. Persze a Bloodbag-et megkapnám, nem lenne olyan rossz dolog. Tudom, hogy a Fortune Teller mesintől nem kaphatok kulcsot. Még egy újra rollolni való item. Two of Hearts. Akár el is tolhatnám most, de minek? Jó, jöhet az még később. Mert már most maximum piros szíven vagyok, legalábbis majdnem. Tehát, hogyha esetleg az item roomba nem tudnék ma bejutni, megint, akkor itt ezt az Ivy Bag-et nyugodtan újra generálhatjuk, és ugyanúgy item room poolból kapnánk itemet, ahogy azt már láthattátok, nem egy olyan régi epizódban, ahol az Ivy Bag-et nemes egyszerűsége polyfémosszá tudtam átrollolni. Megy átgenerálni. Ezzel most is kiegyeznék. Még 5 centet eljátszom, aztán nem akarok tovább, mert megadom magamnak az esélyt a habitre. Csak hogyha nagyon-nagyon rákoncentrálok, nagyon görcsösen, akkor bizony megeshet, hogy a játékból nem lesz semmi. Tehát mit tudom, én már Isaac-nél meghalok. Ami mondjuk azért nem egy olyan rossz kör, ha az ember eljut Isaac-ig. Kicsit tovább játszottam, mint szerettem volna. Úgyhogy menjünk is innen. Szóval nem egy olyan rossz kör, nyilvánvalóan, hogyha az ember Isaac-nél hal meg. Úgyhogy azzal most akár ki is egyeznék a jelen helyzetben. Ami nem olyan rózsás. Majd meglátjuk, hogy be tudunk-e jutni az item roomba, és az változtat-e ezen a nem túl rózsás helyzeten. Egyelőre a boss room megvan, és ez már mindenképp előrelépés. Amúgy szép lassan fogyogatnak a shop itemek. Úgyhogy akár lassan el is juthatunk a habitig. Nézzük, az milyen kártya. Emperor nagyon, nagyon jó kártya. Pestilence, meg lesz a kettes mindbolyunk is, aminek most örülök. Mert azt szeretem. Ahogy azt jól tudjátok, hasznosabbnak tartom némelyesebben, mint a hármast. Sőt, akár a négyesnél is. De hát ugye ez a francba sokat veszitek itt, szóval ez ízlés dolga. Mint például az, hogy az ember mennyire cukrosan szereti a gyümölcslevest.
nem nagyon lehet objektíven eldönteni, hogy melyik meatball a jobb, de hát lehetnek szempontok. Tényleg az, hogy a kettes az végül is véd is, nem csak támad. Ez elvitathatatlan előnye a 3-ashoz és 4-eshez képest, ami erre nem képes. Ám bár, hogyha megvan a 3 orbitalod, akkor a, nyilván a, szerintem a 3-as, 4-es az jobb. Cube of Meter nem tudok mit csinálni. Itt viszont tudok. Ezeket most nem nagyon szeretném, meg ezeket sem, úgyhogy ezt hagyjuk. Macskák lehetnénk már mellesleg, mert az ott Gapi mancsa volt, ami már a harmadik macskás item lenne ma. De hagyjuk inkább, ne beszéljünk arról, hogy mi nincs, vagy mi lehetne, hanem beszéljünk arról, hogy mi van. Nem szívesen beszélek róla, mert nem sok jót volt tudok szolgálni. Nincs kulcsunk. Ja, éppen most beszéltük meg, arról beszélünk, hogy mi van. Szóval van egy boltunk, benne egy olyan itemmel, aminek jelenleg semmi hasznát nem látom. Mom's Purse-nek. Persze lehet később haszna. Ők Eve madarának lábát el tudom vinni. Na itt a kulcs végre. Eve madarának lábát el tudnám vinni a Polaroid mellé, de hát az annyira azért nem hatalmas nagy előny a végjátékban. Még ha esetleg, mit tudom én, Kurt Horn lenne, vagy esetleg Cancer, bár az sem annyira jó az utcsó két bossra. Na most itt van a nagy dilemma, meg én mit csináljak? Nincs 7 centem, úgyhogy lehet, hogy nem a boltos itemet fogom újra generálni, hanem megnézem az item roomban lévőt, és annak fejében megnézem, hogy az micsoda, nyilván, és akkor talán azt, vagy az Ivy Bag-et fogom, illetve Ivy Bag-ből fogok egy új itemet kérni. Nézzük meg, minden kiderül most. A PhD, amit én el fogok vinni. Azért, mert ez egy passzív item, és azok közül is a jobb fajta. Ez az analisták szakácskönyv, ami a rosszabbnál is rosszabb. Hát robbantsuk ezeket föl, hát valami Eternal hát, vagy ilyen, nem túl valószínű dropot kapok. Vagy egy telepilzt, ami mondjuk bedob az I'm Arrow Roomba. No. Az Emperor kártyával fogok tovább menni. Meg fogom venni a Mom's Purse-t. És el fogom vinni Eve madarának lábát. Hát ezt mondtam, hogy ezt azért annyira hatalmas nagy előnynek nem tartom, és most is tartom a véleményem, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy ha már nem tudok belőle új itemet generálni, akkor legalább vigyem el, ha már megtehetem. Ugyanis a következő szinten is ugyanígy 7 centbe fog kerülni az item a boltban a Steam Sale miatt, és ezáltal bőven elég az a 10, amivel rendelkezünk jelenleg. Úgyhogy így ezt most nyugodtan megtehettem. És tényleg hát, ha megkapjuk a Kurt Horn-t, vagy esetleg a Cancer-t. Forget Me Now-ba gondolkodom. Hát, hogyha Gamebreaking-re mondjuk, akkor nem jó ötlet itt hagyni a D6-ost. Viszont annak már kicsi az esélye, hogy az összejön. És jelenleg minden másnak is elég kicsi az esélye. Ugyanis gyengék vagyunk. De inkább menjünk tovább egyelőre. Jó, Necropolis. Két katakomba után most az első Necropoliszt is megkapjuk. Úgyhogy nem szeret minket a játék ma. Damage-ünk nem szánalmas, de majdnem. Oha. Ez tulajdonképpen egy egyszerű szobának könyvelem el. És megvan az első kulcsunk. Van itt vérbank is, amiből a Bloodbag-re nagy szükségem lenne, és most már biztosan az dobna. Szóval biztosan az dobna, ha felrobbanna, ugyanis a
Az Ivy Bagen már túl vagyunk. Menjünk is a bosshoz, aki... Ó, oh, meg lesz a 3-as szintű Meat Boy. Mert nem tudom, hogy örülök-e jelenleg. Hát ezzel akár el is futhattam volna egész nyugodtan. Nem tudom, miért nem tettem. Ah, most lent kellett volna jönnie, szerintem. Ördögebb üzlete is lemondhatunk. Ami most le a kisebb baj, mert először túl kéne élni a fightot. Meg is történt. Hát vegyük föl. Ha már ilyen mázisták vagyunk, hogy mindenféle book of revelations, meg hasonlók nélkül már a harmadik Harbingerrel küzdhetünk, akkor miért ne tennénk? Vannak ennél, mondom, ez szembe megy az elveimmel. Mi szerint, ha nincs elég orbitalom, akkor a kettest megtartom a hármassal szemben. De nem tartom magunkat nagyon esélyesnek a végső győzelemre. Ezáltal az elveimről akár nyugodtan le is mondhatok ezen kör erejéig. Most is csinálhatna valami hasznosat a hús emberke, például, vagy a hús gyerek. Na végre. A maszkot követi, azzal nem nagyon segít. Szívet egyed már, na, köszönöm. Nézzük meg az item roomban, Crack the Sky. És monstro foga, hát lassan minden haszontalan szar space-ből az itemmel találkoztunk. Volt a My Best Friend, a Crack the Sky, a Monstro Tooth. Mi lesz még itt? Köszönöm, Meat Boy. Megint hasznos munkát végeztél. Elbuktam egy bombát rajtad, meg a hülyeségeden. Mindegy, ezt legalább itt sokat segít. Ez elvithatatlan. Annak ellenére, hogy még így is sikerült magam eltaláltatni, igen, jól mondtam. Egy kulcs kéne. Meg a bolt, meg azt, hogy ott ne greed legyen, meg ott a habit, és még annak és még hogyha ez megtörténik, akkor sem tartom valószínűleg, hogy a green breaking összejön. Ma már kicsit túl késő hozzá, és kicsit túl gyenge itemeket kaptunk. Esetleg eljutnék a chestig, úgyhogy van habitem D6-osom, és talán még scapularom is. Abban az esetben összejöhet, amit szeretnék. Minden egyéb esetben ez kizárt. Oké, és folytassuk is. Meatball megint passzív. Na szóval... mondom, nem tartom magunkat nagyon esélyesnek arra, hogy ma végigvigyük a játékot, de ennek ellenére nem állunk olyan rosszul. Game breaking az viszont szinte biztos, hogy nem fog összeérni. Úgyhogy még fogok vele próbálkozni. Ennél fogva még... az még egy rossz spacebaros item. No, nem annyira rossz, de... miért csak ének? Tehát valami passzív izét is adhatna, valami passzív... itemet. Stat növelőt, vagy valamit. Úgy látszik, hogy ilyesmire nem vetemedne. Szóval... ajaj, beszorultam. Na, a maszkot köveste, idióta. Szóval van még program, addig jó, amíg van mit csinálni. Bár Binding of Isaac-ben mindig van mit csinálni. Challenge, custom challenge-anokból is elég keveset csináltam még. Főleg, hogyha a D6-os, Infinity D6-os mini sorozatot leszámítjuk belőle, akkor tényleg. Hát most a köszönöm sem segített. Megint kikajdom az item roomot tulajdonképpen, belegondolva. Nem tudok bevenni a boltba, nem tudok semmit csinálni. Úgyhogy szép lassan itt a halálunk.
Abban az esetben, hogyha anya szíve előtt meghalok, amire jelenleg elég nagy esély van, akkor láthattok ma még egy kört. De nem Isaac-kel, hanem valószínűleg Kane-nel. Ó, egy kulcs. Azonnal menjünk be a boltba. Ám bár most már a Habitnek nem örülnék annyira. Mert nem tudnék mit vele kezdeni. Nem, mert ez nem a Habit. Ránézésre. Ez Greed. Szóval, ha meghalok a anya szív fight előtt, amire igen nagy esély van, akár már ebben a szobában, akkor láthattok ma még egy kénykört. Mert ezt kicsit kevésnek érzem. De hát nem lehet mindig minden tökéletes. Hát nem, ebben a szobában nem haltunk meg, ráadásul félszívvel jobban is jövünk ki, mint amennyivel bejöttünk. És az én hülyeségem elmúlt, hogy egyszer eltaláltak, szóval akár még jobban is állhatnánk egy picikével. Bejutunk majd a Necropolis, illetve Depths 2-ig, meglátjuk melyikkel ajándékoz meg most a játék. Ami már nem egy olyan rossz eredmény. Amit most tenni fogok, az az, hogy itt fogok egy kicsit szórakozni. Vele. Vagy életerő, vagy bomba reményében. Ha bombát kapom, felrobbantom a Blood Donation Machine-t, vagy Blood Bank-et. Mindkét féle módon szokták hívni, de a utóbbi rövidebb. Na, életerünk nagyjából rendbe jött. Amúgy egy HP up-ot nem kaptunk ma még. Ez is milyen már. Fura. Speed up. Meg egy kulcs. Na most lehetnék nagyon vad, és játszhatnék ezzel, akár fél életerőig, hát ha kifizet egy bloodbaggel. De ezt most nem tartom okos ötletnek, úgyhogy inkább menjünk tovább a következő szintre, ami a Depths, így megadatik rá az eső, legalább anyánkig eljutok. Mert azért a Depths az, hát ennél vannak sokkal nehezebb szintek, akár már az előzőt is mondhatnám. Főleg így. Ezt akár később is felvettem volna, csak nem tudtam kikerülni. Úgyhogy kénytelen voltam. Most jelenleg úgy állunk, hogy semmink nincsen, ami kéne. Se orbitalak, se mit tudom én, Compass, se Habit, se egy jó spacebaros item, ha már egyszer a game breaking nem jött össze. Se jó damage, se nagy, se sok életerő. Szóval semmi, konkrétan. De van egy item room, ami akár ezen változhatott, tehát ez biztos, hogy nem fog. Hát ha van arcade a szinten, amire van esély, azt hiszem 50%, akkor ez, hát nem kell arcade, mert itt a Blood Bank. Úgyhogy most menjünk át egy kicsit vadba. Még egy speed up. Hát full health-nek most elmondhatatlanul jobban örültem volna. Egy centet sem szeretnék fölvenni. Nem azért csinálom ezt, amit most csinálok. Még azt az ötös sem, mert semmi szükségem pénzre. Viszont minden másra igen. Legyen az bomba, kulcs, életerő, pirulák, akármi. Nézzük, mi ez? Two of Diamonds. Itt van ez. Temperance, még egy vérbank. Wheel of Fortune is lehet jó nekünk. Ez az! Na valami ilyesmire. Illetve ilyesmiben reménykedtem. Nem nagyon szeretnék egyre tovább menni a Deus-assal. Jó lenne egy másik itemet kapni helyette. Na jó. Lesz. Lenne még egy Temperance, akár. Ha sikerülne feltölteni a Deus-ast, és lehet, hogy azt fogom tenni. Ám bár a fene tudja, mire van most nagyobb szükségem. Hát most, hogyha lenne Habitünk, game breaking szempontjából nagyon jól állnánk. Ami még összejöhet. Van egy kulcsom, és van valahol egy bolt, és az előző szinten Greed volt. Ami nem jelent más, mint hogy most eséllyel pályázunk a Habitre.
És kicsit nagyobb esélye, mint eddig. Egy jó pár item már kiesett a rotációból. Ó, random soul hard drop. Mindig jól jön. Úgyhogy egyelőre nem akarom a Deus-ast megvariálni. Ugyanis a Deus-as plusz D6-os plusz Blood Bank plusz Habit egy szinten szinte biztos game breaking. Ugye ugyan a Deus-ast is tudnám tölteni. Úgyhogy nézzük. Nem, legalábbis egyelőre. Nézzük meg most, továbbra sem. Már csak reménykedem benne, hogy lesz még elég szoba hátra. Bár nem tartom ezt nagyon biztosnak. Ezen kívül még kettő kéne, ami nem anya, mert ugye onnan nem tudok kijönni. Illetve ki tudok, hát Emperor kártyával. Csak megéri azt elhasználni erre. Ez az igazi kérdés. Mert hogy az Emperor kártyával azt hiszem pont a bosszúba elé rak, ha bosszúbában vagy. Szóval ki tudnék jönni, csak nem biztos, hogy az a szélszerű. Viszont tudom, melyik a telepír, ez elvileg. Mintha csináltam volna egyszer, hogy hát ha bekerülök az I am Error Roomba. És van egy slot machine is a szinten. Úgyhogy ha sikerülne egy telepírt összeszedni, akkor akár még az is megtörténhet, hogy összejön a game breaking, ami már nem tűnt valószínűnek. Még egy szóhárt, az életerünk lentbe jött. Magasságos, hála a magasságos Istennek. Minden egyébből továbbra is szarul állunk, de hát ez van. Nem igaz, hogy egyet nem bírtam fölrobbantani. Jaj, ne. Amúgy erre, ezekre találtam egy tök jó tippet. Ha egyszer meglövöd őket szemből, akkor nem tudnak megfordulni valamiért. Ez ilyen bug, valószínűleg. Szóval akkor nyugodtan mögé lopózhatsz és löveted őket ezerrel. Menjünk vissza a boltba. És most már tényleg nagyon reménykedem. Vah. Hát ha nem lesz három szoba, akkor sem jártunk rosszul a gyertyával. Még és valószínűleg nem lesz, illetve nem tartom túl valószínűnek. Mert hát mintha erre már lassan véget érne a szoba. Így is van. Úgyhogy nem lesz meg megint a habit, ezáltal nem lesz meg most sem a game breaking. Valószínűleg az anya fight meg lesz, az anya szív fightban már nem vagyok teljesen biztos. Ide bejövök, mert mindig bejövök. Annak elnére, hogy ma nem nagyon váltak be. Fortune Teller Machine. Miért lehet az jó nekem? Sok pénzzel szinte bármit adhatna. Ugye van Mom's Purse-öm, szóval a Kurt Horn jönne most nagyon jól. Nem. Ilyesmire nem vetemedett. Kösz, Meat Boy. Megint sokat segítesz, öreg. Hát... most mit csináljak? Na, most légy okos. Most elviszem a gyertyát valószínűleg. Mert innentől kezdve a game breakingre annyi esély van, mint hogy én miniszterelnök leszek. Most elviszem a gyertyát, és utána megküzdök anyámmal, ennyit tudok most. Itt szerezhetném azt a telepilzt, amit szeretnék, de nem fog föltölteni a D6-os, akárhogy ugyan sem. Úgyhogy ebből anya fight lesz. Ó, oh, ezt masszívan elcsesztem. De hát ez van. Minek örülnék most anyától? Hát HP up-nak valószínűleg nagyon. Miért nem tudom eltalálni ezt a rohadt ajtót? Na végre. Még ez is eltalált. És Pageant Boy, hát kösz öreg.
öreg anyó. Rengeteget segít ez a Pageant Boy most. Úgyhogy másfél életterül megyünk tovább annak. Lehet, hogy örültök. Sőt, mert hogyha most halunk meg, akkor ugye még lesz egy kényrám ma. És meg is haltunk. Hú, de nem játszottam itt most jól, főleg itt a vége felé. De ahogy ígértem, jöjjön a mai második kör, mert ezt az elsőt eléggé vérszegénynek éreztem. Most már tényleg nem kell mennem gamebreakingre, semmi ilyesmi. Most már csak arra menni, hogy legjobb itemek, amit lehet fölvenni. Jó, nem mint hogyha eddig is másra mentem volna, de hát azért újra generáltam elég sok mindent, amit nem kellett volna, főleg a boltban. És néha meg a boltba generáltam, amikor nem ott kellett volna. Tehát ez van. Erről szólt a gamebreaking, ami ma sem jött ugye össze. Gondolom észrevettétek. Ó, oh, pirulák, ez nagyon jó kénynel. Bomzar ki, ez kevésbé. Ez meg egyből bedob a bosshoz, mármint az elsőhöz. Hát ennél azért jobb pirulákban reménykedtem. Például valami Hellsabban, vagy Balls of Steelben, vagy Rangeabban, Tearsabban, akármiben. Bomzar ki azért volt most nagyon pech, mert nekem, mert én XL szinten vagyok most, és nekem két kulcsra lesz szükségem most, hogy be tudjak menni mind a két item roomban, mivel az egyik már meg is volt, csak elvette tőlem a játék és adott cserébe egy bombát. Úgyhogy most félő, hogy ki kell hagynom az item roomokat, vagy legalábbis az egyiket. Ami nem a célszerű megoldás ebben a játékban. Hogyha valami jó dolgot akarsz elérni, HP up az teljesen jó. Előző szinten egyet sem láttam ezekből. Kivétel a Bloodbag-et, amiért a saját életemet áldoztam, ugye? Már vártam, hogy mikor lézerezik, aztán rájöttem, hogy ez sima monstró. Kicsit korai lenne még monstró 2. Úgyhogy ez nem fog ránk lézert lőni, vagy köpni, vagy okádni, vagy akármit csinálni. És szerencsére mindjárt meghal. Még egy HP up is akár jó lenne, legjobb a pentagram lenne, nem tudom, hogy monstro dobhatja el, de szerintem bármelyik boss dobhatja. Olyan még nem nagyon volt velem, hogy kétszer egymás utáni körben megkapni a pentagramot, és most sem esett meg. A range up az kény, nem olyan rossz, mert alapból igen gani range-en rendelkezik ez a karakter. Talán az az egy, ami rossz benne. Két életerő az baromi jó. Tekintete arra, hogy íbel is annyi kezd, ami... annyival kezd, ami... neki tényleg rohadt kevés, de Kane-nek bőven elég a kettő. És ez a range up mire jó most? Például, hogy nem kell közel menjek ezekhez a szarokhoz. Innen is lazán le tudom őket lőni, ami alap esetben nem áll fenn. Még mindig nincs egy kulcsom sem. És itt az első item room, amit most már ki tudnék nyitni. Ha nem csak így ki velem az a bomzarki pirula. Viszont még viszonylag sok szoba van hátra ahhoz, hogy akár két kulcsot is kapjak. Ott van egy tinted rák is, amiből szintén eshet. Szóval akár megcsináltam az előző cserét csak visszafelé. Nem, ez pont az, amire nincs szükségem. Annak ellenére, hogy nagyon szívesen kinyitnám, de... de nem, mert nem tudom. Ez azt hiszem, ez egy nagy szar. Nagyon valószínű. Nem is tudom, mit csinál, csak tudom, hogy valami nagyon kevés százalékba csinálja azt, ami annyira nem is hasznos, úgyhogy azt hiszem 5% esély van rá, hogy valamit csinál. Ami nem az, hogy mindenkit megöl a teremben, mert az a missing page, ami 6-szor jobb, mint ez. Ez sem kulcs. Már tényleg kezdek aggódni. Akár megesett az a csúszság is, hogy még egy elég rosszul sikerült kört láthattok. Úgyhogy egy jó helyet sikerül majd föltöltenem két rosszat, ami még egy szív. Ne szívet adjál már, csezd meg! De hát látjátok, az előbb sem volt túlzott a szerencsém, és egyelőre most sincs, hiába vagyok a szerencsés flótással. Még egy szív. Miért szívet adsz ennyit? Hát nem igaz.
Tényleg szinte minden szobába esik valami, illetve szoba végén, és egyre szinte mindig szívet kapok, vagy semmit. Na most ez így annyira nem hangzik túl jól. Egyetlen esélyem az, hogy a egyik item room mellett van secret room, ami azért nem nagyon előny, mert nincs két bombám, szóval esélytelen lenne, hogy be tudom magam oda robbantani. Most meg hogyha kapok valamit, az is középre fog esni, ahol nem megyek vele semmire, mert nem tudom majd elérni. Illetve de egy bombával, ha esetleg kulcs, akkor nyilván visszacserélem, ha nem halok meg addig. Jó, kulcs, nagyszerű. Végre egy legalább. Egy itemtől elesni még mindig nem akkora nagy tragédia, mint kettőtől. Ebben a szobában az a legjobb, hogy nincs tűz. A legrosszabb az, hogy megint középre fog esni a tárgy, és megint fel kell használnom, hogy bombát érte el, meg akarom kapni. Még egy kulcs, jól van. Ezért ezer örömmel. Úgyhogy nem kell item roomot kihagyni, ez a jó hírem van. Persze ez még nem biztosít semmit, illetve nem jelent semmit, mert ettől függetlenül lehet baromi szar item az item roomban. Valami damage up-ra számítok onnan. Ajaj. Ajaj. Ajajaj. Megjött ez umbilical cord. Ami az, hogy Little Steve-et rakja le. Hoppá. Még egy kulcs, jól van. Bemehetünk a boltba is. Our greed nem lehet, úgyhogy nem félek bemenni. Annak ellenére, hogy fél életerővel rendelkezünk, ami nem olyan sok. Körszomban voltunk már, úgy emlékszem, nem kaptam semmi hasznos, hogy ja, igen, azt a bombzar kipirulát, meg a telepilzt. Létra. Na most a létra az nem kifejezetten hasznos, de nyilván elviszem. Meg a bombát. Aztán nézzünk be a két item roomba, és úgy gondolom, hogy erre a dupla szintre ellőttük a puskaporunkat mára. Aztán majd talán a következőn valami áttörő esemény is történik. Ja Istenem! Elhagyott a szerencse, berossz érzése ez, el sem tudom mondani. Nézzük, mi van itt. Ja Istenem! Guppy's Hairball is Chocolate Milk, ez most komoly? Hát... Hogy lehet ilyen két pocsék item room? És két ilyen szeméttel kiszúrni a szememet? Na jó, menjünk gyorsan tovább, mielőtt felhúzom magam. Megint Excel szín. Mi van itt? Mi van veled? Elhagyott a szerencsét, Kane? Hát te szerencsés flótás vagy. És megint nincs kulcsom. Mert... Még így szerencsére kinyitottam azt a két item roomot, hát mi lett volna velem a Guppy's Hairball és a Chocolate Milk nélkül? Hát azonnal meghalnék. Nem kaptam volna ilyen nagyszerű és páratlan itemeket. A páratlan az igaz, mert páratlanul szar. Talán csak a szar szarabb nála, mármint a hú. Arra gondolok. Hát ha választottam volna, hogy melyik öt itemet ne kapjam, na valószínűleg ez a, az item roomból, ez a kettő rajta lett volna az ötös listán. Meg mondjuk talán a szar, meg a fene tudja még micsoda. Na, miért álltam itt meg, mint egy tulok? Ezt nem tudom. Ó, ne! Kösz a troll bombát, ez kihúz a szarból, ha már ez a mai kedvenc szavam. Hát igen, ez jelenleg a troll engine, egy nagy szar mind a két körben, de főleg a ebben most. Az előzőben sem volt túl kegyes hozzánk. De most aztán alul teljesít. Saját magát is alul múlja jelenleg. Tényleg, semmi hasznos itemet nem kapok.
túl vagyok egy basement excel-en, és nem kaptam csak egy HP appot tulajdonképpen, ami döntően befolyásolhat, vagy ami tulajdonképpen hasznos gyakorlatban is. Kaptam egy range appot, nagyon jó, kaptam egy csokis tejet, meg ezt a Guppy's Hair Bolt. Világ megváltó itemek tényleg. A NASA fejlesztette ki az összeset. De hát nem lehet mindig baromi nagy szerencsénk, ilyen körök is vannak, úgyhogy azért szeretném, hogy lássátok ezt a dupla epizódot, mert összesen nem ér annyit, mint a többi. Nézzük meg a másik bosst is, mert nem akarok... Ah, ez meg kis cseret fogja nekünk adni, újabb nagyon hasznos és hasznos item, amivel meg fogjuk nyerni a játékot. Mi kéne, hogy megnyerjük a játékot? Rengeteg damage up. De legalább három most már. Hát annyi kell összesen is. Eddig már legalább egyet szoktam kapni, de néha még kettőt is. Meg mi kellhet még? Hát sok életerő. Hát ez szokásos. Amiből egyelőre egyet sem kaptunk meg. És nem ilyen Guppy's Hair Bolt meg a hasonló szemét itemek kellnek ahhoz, hogy Blue Wave-t meg tud dölni. Hát eltalált, se baj. Ördögelő az üzlete is nem lehet. Túl sokszor találtak már el, mert szerencsére Soul Heart-ot sem igazán kaptunk egyelőre. Na, hát a damage-em az alap. Ez az alap kény damage. Mindjárt meghalunk. És talán a Guppy's Hair Bolt mentett csak meg. Meg talán most is. Nagyon, mintha nagyon felmérhető volna egy piros golyó. Nem haltunk meg. Mérhetetlen önbizalmat tölt el, hogy túléltük ezt a két boss fightot. Igen, nagyon. Nézzük itt mit van. Adják kulcsot, öreg. Ez baromira nem lesz jó, hogy itemet kell kihagynunk a jelen helyzetben, mert az még kényen sem megengedett. Hogyha ilyen szarul állsz. Jó, persze, hogy szarul állok, azról jó részt én magam is tehetek. Meg az Isten verte damage-en már fél órára lövöm őket, és még csak most döglenek meg. Jó, persze, a legyek is védik őket rendesen. Ja. Jól van. Újra a halálunkon vagyunk. És persze most kis csed nem ad piros szívet, amikor kéne. Oké, hogy csak két szobát teljesítettem eddig. De az az érzés a picsába. Nézzünk még egyet! Lehet, hogy baromi hosszú rész lesz, de egyszerűen nem hiszem el, hogy ennyire pekhes vagyok ma. Menjünk Júdással. A három legjobb karakterrel megyek ma, és egyikkel sem tudok egy normális kört összerakni. Hát ilyen nincsen. Most vagy soha. Jaj. Ez most akár one-shot adhatott volna. Én azt jelenti, hogy egy szobát éltem volna túl a játékban, amiben van ellenfél. Ami nem lett volna túl hízelgő rám, nem tudom már 400 valahány körülten. Amiből 150 anyakill van. HP up. Különösen fontos Júdással, úgyhogy végre úgy kezdődik egy kör, ahogy szeretném. Csak folytatódjon hasonló tendenciával, és akkor nem leszünk rosszban, Troll Engine. Jó, tudom, hogy nagyon sokat megadtál mostanában nekem. Például, amikor Eve-vel megöltem a sátánt, az se volt egy semmi kör. De azért, na, most már eleget szivattál két kör alatt. Éppen itt az ideje, hogy valami hasznosat is adjál. Scapular. Az hasznos, kifejezetten. Ám bár az ászekes körben jobban örültem volna neki. Menjünk be a Curse Roomba. Nyugodtan megtehetjük. Oh! Hát ez micsoda? Secret Heart. Elképesztő. Tudjátok, hány kört játszottam már le? Az előbb mondtam, 400 valamennyit. Azt hiszem. Lehet, hogy 500 is megvan. És tudjátok, hányadjára látom ezt az itemet? Pontosan, másodjára. Hát köszönöm, Troll Engine. Először ugye Samsonnal kaptam meg.
És most Júdással, akivel hát még jobban funkcionál. Most kéne valami technology, vagy ilyesmi. Majd bemegyünk a Curse Roomba is. Majd. Minden bizonnyal. Hát ezek után még egyszer valaki azt mondja nekem, hogy a Curse Roomok teljesen haszontalanak, mert sose kapsz semmit onnan. Sacred Heart a Curse Roomban. Lehet, hogy most légre összejön egy olyan kör, amiért megérte várni. És végignézni az előző két kör szenvedéseit. Hát ez... Basement egyen Sacred Heartot kapni, ahol elvileg nem lehet se ördög, se angyalszoba alapjáraton. Basement egyen, ahol ugye nem lehet ördög és angyalszoba sem, már két angyal itemet kaptunk, mert ugye Scapular is az. Range up, az hasznos. Harmadik angyal item. Ecsém. Scapular, Mitre és Sacred Heart. Nézzük, mi van itt. Két pirula, kicsit félek tőlük. Hát Full House-től nem nagyon kell. Monster Steel-től meg pláne. Jaj, te Troll Engine. A fene a mocskos pofádat, hogy egyszer úgy képes vagy elvenni a játéktől az ember kedvét egy-egy olyan körrel, amit az előbb láthattatok. Ez most különösen ostoba volt tőlem, de talán belefér. És nézd meg, ilyet is tudsz, akkor miért nem vagy mindig ilyen? Hát persze, nem lehetsz mindig ilyen. Ha mindig mindent megkapnánk, semmi értelme nem lenne ennek a játéknak. Ember nem tudná értékelni a ehhez hasonló szerencséket. Most is Júdás nyelve. Na nézzük, micsoda sebzéssel rendelkezünk. Hát igen, szegény Femi nem sokáig fogja húzni. Cube of Meat és... következő szint. Katakombák. Ugye a Júdás nyelve is, ez egy kedvenc trinketem. Ugye azt eredményezi, hogy minden egyes ördög item, ami nem kék, három kék szintbe kerül, az innentől kezdve egy pirosba fog. Ami különösen hasznos. Mi ez? Igen, Secret Room. Nem, Curse Room. Na, csak kinyögöm. Szóval a Curse Roomba nagyon szeretnénk bemenni most is. De majd talán csak a boss után. Hát ez elképesztő. Ezt nem hiszem el. Ó, kaptam két kört egyszerre a nyakamba. És azért, mert rosszkor toltam el a Book of Belial-t. Ez egy kis bug. Persze különösen hasznos olyankor, hogyha death kártyád van és kihasználod ezt a bugot. Egy kártyával letudod mind a két kört, illetve kettőt a háromból. Hát ilyet. Ilyen a kalendáriumban sincsen. Oh, that's key. Első Secret Room-ba bemegyek és egyből item van ott, még hogyha nem is a legjobb. Anknak, Banapnak jobban örültem volna, Epic Fetus meg nem vinném el jelen helyzetben. Teljesen haszontalan volna. Menjünk be a boltba, mert hát ez innentől kezdve bárhol, bármikor bemeltünk. Megnézem, hogy össze tudom-e gyűjteni a létára a pénzt, hanem akkor elviszem a Soul Heartot. Illetve azt mindenképpen el szeretném vinni. Hát majd meglátjuk. Ó, sokszor találtak el komák. Te jó ég. Ó, megint ti. Ezek elég sokat kibírnak. Úgyhogy meg fogom venni a Soul Heartot most azonnal, hogy ne veszítsek piros szívet. De még így is összejött, hát hogyan? Áh, bosszantó. Ilyentől kezdve szinte mindegy. Üljük el a Devil kártyát. Jaj, ne. Sejtettem.
Most már mindenképpen akarom vinni a Soulheart-ot. Most meghalni, bú, de nagy pazarlás lenne. Milyen, és milyen dühös lennék magamra. Opa, már voltam a Secret Roomban. Se baj. Ennyi talán belefér. Ja, vegyük el ezt. Aztán majd meglátjuk. Ja, hogy miért nem a Tinted Drakot robbantottam ki? Azt akartam, csak valahogy nem jött össze. És helyette még egyszer bepróbáltam bejutni a Secret Roomba. Tök máshol, ahol már először próbáltam. Hát nézzük, mi van az Item Roomban. Ez sem olyan rossz. Nem a kedvencem. Ritkán látom gyakorlati hasznát, de ennek ellenére ez... Ezt a szerencsés Itemnek könyvelem el ismételten. Úgyhogy baromi jól állunk. Aj, ne! Hogyan? És miért? Szemét vagy. Husk, ezzel ma már találkoztam. És akkor sem okozott gondot, pedig felekkora damage-em se volt, sőt, inkább negyedekkora. HP up! És Soulheart! És én úgy gondolom, hogy mehetünk tovább a következő szintre. Na, menjünk be a Curse Roomba. Hát... igaz, hogy... akkor talán jobb döntés lett volna, hogy ha nem veszem fel a Soulheartot, de... csak egy fél Soulheart-tal jártam volna jobban, hogyha azt teszem. És azért az annyira nem sok. Hát... ez no comment. A negyedik angyal itemen vagyunk túl. Hát az előző két kör rögtön elfejtettem. És most már csak erre fókuszálok. Na, ez egy kifejezetten szemétszoba, mert szinte lehetetlen lehozni anélkül, hogy eltaláljon. Kivétel tudsz repülni. Amit nem tartok túl fairnek. Hogy csak egy szobát akkor lehet lehozni anélkül, hogy eltaláljanak, hogyha tudsz repülni. Vagy hogyha mondjuk anyakése van, vagy ilyesmi. Akartam csinálni egy olyan custom challenge-et, amikor direkt bemegyek minden egyes körszünkbe, hogy megtudjuk, hogy mennyire hasznosak valójában. Na hát most ezt akár annak is vehetitek, mert eddig mindegyikbe bementem, és ezután is valószínűleg befogok. Relic, meg Sacred Heart, meg ilyenek vannak a Curse Roomban, akkor miért is ne tenném? Hú, te... illetve ti... nem hiszem el, amit látok egyelőre. Attól függetlenül, hogy még bőven meghalhatunk, mert nem játszom ma jól. Attól függetlenül... én szerintem ez egy baromi mázlis kör, ezen kár vitatkozni. Élet utánpótlásunk is baromi jó lesz. Főleg, hogyha nem szórom el őket. Jó Istenem! Secret Heart plusz anyakése. El kell mondanom, hogy egész jó kombináció, amíg nem láttátok. Meg egy smorrak hozzá. Na. Hát ilyen nincs, fasz. Ilyen nincs, te jó Isten. Hát ez... ez... ezt akkor streamelni kéne. Jelenleg van Mitrum, Relikem, Sacred Heartom, Mom's Knife-om, Scapularom is mellékesen, meg egy Smorrack a fejemben.
Na jó, szarok rátok. Kéne egy familiar. És meg fogok halni a végén még. Hát akkor, akkor abba hagyom ezt a játékot. Akkor nincs kérdés. Ó. És még a scapular is hasznos. Annak ellenére nem kéne, hogy az legyen, de hát ez van. Nem játszom jól. Hát nézzük. Ó, egy kis familiarem végre lesz. Amiért könyörögtem az előbb. Hát ennyi volt a boss. Bosszokkal nem lesz gondom. Innentől kezdve. Hú, te jó Isten. Ez mi ez? Menjünk be a Curse Roomba. Most csak pókok, de azt hiszem nem kell, hogy panaszkodjam. Ma a Curse Roomok hozzák meg a győzelmet, hogyha sikerül nyernem. Lassúak vagyunk ijesztően, de a damage-ünk felfoghatatlanul nagy ahhoz képest, hogy ez egy sima kör. A bosszú nevű custom challenge-emben volt hasonló, de hát ott magamnak addoltam az összes jó itemet. És milyen jó, hogy elkezdtem a harmadik kört. Pedig nem volt nagy kedvem az első kettő után. Májtörű munkában, bár lehet, hogy ez alapból is kék szív lett volna, s már sose tudjuk meg. Ide benézek. Ó, most persze kapok habitet meg Scapulert. Most persze, igen. Hát féltem, meg akarom venni a habitet. Ha sikerülne mondjuk a Book of Revelations meg a habitet még megszerezni, akkor körülbelül 98%-on megnyerem a játékot. Jelen helyzetben sem sokkal kevesebb. Olyan 80 legalább. Nagyon nagy hibákat kell elkövetnem ahhoz például ilyen ehhez hasonlókat még jó párt, hogy ez ne történjen meg. De remélhetőleg ilyeneket nem fogok elkövetni, mert akkor tényleg csak magamat okolhatnám azért, hogy nem lett meg a játék, illetve nem tudtam végigvinni. Mert jelen helyzetben erre baromi nagy esély van. Felfoghatatlanul nagy. Hát ez tényleg elképesztő. Ezeket gyűlölöm. Egyszerűen ki nem állhatom őket. Főleg amikor felugranak magasra. Na, azaz. Háj, te jó Isten, miket kap. Ó, oh, Book of Sin. Egy bomba. Könyvtárat ma a három rán alatt egyszer nem láttunk. Igaz, hogy nem húztam sokáig az első kettőben, de akkor is. Ne lőjé. Te meg te se. Ezt akár ki is nyithatnám. De nem teszem, bombák lenni azért nincs szükségem, mert anélkül is bőven túl nagy a sebzésem, és illetve elég nagy. És nem fog gondot okozni se anya, se Isaac, se Blue Baby. Ha eljutok odáig, az odáig vezető úttól jobban félek jelenleg, mint az utolsó három bosstól. Szegény Loki. Wow, mi itt nagyszerű. És ahhoz, hogy ki tudjak innen menni, amit szeretnék, ám bár miért, semmiért, úgyhogy menjünk tovább. A habitért akartam, de hát fut, tulajdonképpen szinte mindegy. Amúgy megint az egyik legjobb boss itemet kaptam meg, szerintem. Mit az egyik kedvenc bossos itemem.
Talán a pentagramot szeretem jobban. Ó, oh, Jamhart. Hát legalább egyszer elhasználom. Hát most megvettem volna a habitet az előző szinten. Na se baj. Ez van. Annyira azért így sem félek attól, ami vár ránk. Főleg így. Ja Istenem, ez de jó lesz. Ha eljutok a utcsó két bosszig, akkor nagyon nagy fán lesz. Remélem nem túl unalmas ez a hosszú videó, ez tényleg nagyon hosszú lesz, lehet, hogy lesz másfél óra. Valószínűleg tartom. Nem látom, hogy mennyit vettem föl belőle eddig, mert teljes méretben játszom. Ugye már egy jó ideje. De lehet, hogy sőt, nagyon valószínű, meg lesz másfél óra a végén. Ajjaj, hát ez hülyeség volt. Masszívan elkúrtam. Nézzük, mi van ebbe. Egy kis kamikázi flyok, amik nagyon jól jönnek most. Baromi nagy a sebzésük. Lehet, hogy a Guppy fejét lecserélném jelen helyzetben a Book of Belial-re. A három kamikázi flynak baromi nagy lenne a sebzése, de hát a fene tudja, Book of Belial meg az én baromi nagy sebzésemet növeli meg még egy igen jelentős mennyiséggel. Úgyhogy nem biztos, ez lenne a legjobb ötlet, csak gondolkodom, hogy mit tudnék még tenni. Hogy fenntartsam azt a látszatot, hogy izgulok, és egyáltalán nem biztos, hogy megnyerem a kört. Mert szerintem ez, mondom most már 90%. Annak ellenére, hogy a Habit plusz Jamhart-tal lenne 98. Ami végül nem jött össze. Ó, oh, Campest! Nagyon szívesen elviszem. Greed van a Secret Roomban. Nem különösebben izgat. Itt van egy Tinted Rock. És mivel van Mitre-öm és Relikem, ezért nem nagyon sajnálom, hogy a Habitet nem hoztam, mert anélkül is baromi nagy az élet utánpótlásunk. És nem hiszem, hogy pont azon múlna. Hát az, hogy nem sérültem meg a tüskén, ezt nem tudom. És hogy most miért arra engedtem el a kést, azt sem, de hát talán ezek még beleférnek, ezek a kis hibák. Hermit, ez kell. Mert a boss után akkor ki tudok jönni tőle. Megsérültem egyszer, de ez van. Speed up az jól jön. És próbáljuk ki, amit mondtam. Menjük vissza a bosshoz. Ezt azért csináltam, mert ilyenkor van esély rá, hogy megjelenik az ördögszoba. Ha alapból is megjelent volna. És én szívesen odaadnám az életerőmet. Most valami repülésért mondjuk. Ez nem történt meg. Nem nagyon érzek rá késztetést, hogy megnézzem, hogy mi van még arra fele. Meg hogy megküzdjek mondjuk Griddel, úgyhogy menjünk tovább. Körszumba akár bemehetnék. De most azért nem érzek rá akkora nagy késztetést. De ezen túl még inkább elismerem a Curse Room-ok jelentőségét. Range up, ami Mom's Knife esetében damage up, ugye? Mert a Mom's Knife-nak a range az damage-et ad. Úgyhogy ez még egy kis sebzés, az amúgy sem elhanyagolható mellé. Veled nagyon egyszerűen végzek. Nézzük meg, mi van erre. Égyni. Tehát ez nagyon vicces. Jó Istenem. Ó, szia. Te is csábító vagy, öreg. Úgyhogy meg is próbálkozom. Boss of Steel. Baromira megérte.
hagy nekünk valami jót. Most végtelenségig tudom játszani, hát hogyan? Mintha úgy tűnne, hogy nem fogynak a szólhártyaim. És mindig a lehető legjobb alkalomban jön be a Polaroid. Hát ezt nem is tudtam. Úgyhogy öreg, itt lenne az ideje, hogy valamit adjál nekünk. Rainbow Babyt adtad. Jó, hát egy follower az mindig jól jön. Temperance és Lovers. A Lovers te... elviszem. Vagy nem tudom, mit csináljak most, őszintén szólva. Jobban csak ezt mondjuk fel, és aztán menjünk be a Loversért. Aztán toljam el, azt vegyem fel a két piros szívet, talán ez lesz a legjobb. Ez micsoda? Ez a Wheel of Fortune. Akár azt is felrobbanthatnám. Rainbow Baby az nagyon-nagyon jó most. Ezen akkor nem kívánok játszani. Pont egy hasonlóval reménykedtem, amikor felrobbantottam, és nézzük a bosszunkat, aki a halál. Még egy angyal szóval, nagyszerű. Jó Istenem! Hát megkaptuk a legjobb angyal itemeket. Relic, Mitre, Dead Dove és a Sacred Heart. A hármas szintű Meat Boyt nem kívánom felvenni. És nézzétek meg, mi történik itt. Elhiszitek, amit láttok. Hát ez gyanúsan az eddigi legjobb köröm mellesleg. Legópébb. Ami azért nagy szó, mert elég sok részen túl vagyunk már. Hát ez elképesztő. Elképesztő. Egyszerűen nem hiszem el, amit látok. Hát ez... Hát türelem rózsát terem. Amennyit szívtam én az első két körbe, annyival jobb lett ez. Nem nagyon kívánok a könyvtárba menni és időt húzni. Így sem lesz túl rövid ez a videó. De ennek ellenére remélem, hogy nagyon élvezetes, főleg ez a végjáték. Én biztos nagyon szeretném. Na, nézzük a boss-t. Kis Book of Belial. Eltaláltak, se baj. Talán kétszer is. Hát most ezt... Jó. Ezt én nem szívesen kommentálnám ezt a fightot. Inkább menjünk tovább, jó? Te atya úristen. Hát ez mészárlás. Egy... konyhagéssel rohangáló tömeggyilkosok vagyunk. Nem félünk semmitől és senkitől, legalábbis én, jelenleg. Persze még sokszor eltalálnak. Amikor nem kéne, akkor lehet, hogy elkezdek félni. Például most is. Meg most is. Na! Kicsit oda kéne figyelni. Arra, hogy hogyan játszom, annak ellenére, hogy... halált majdnem vansatoltam. Hát videó meglepett volna, hogyha nem hal meg egy lövés, vagy egy késből. Ha a halál is ezt tette majdnem. Ez micsoda? Nem tudjuk. Puberty. Nézzünk ki még hülyébben, és még őrültebben. Egyik slot halott. Csodálkoztam, hogy a másik még nem halt meg. Hát, szia Gördi Junior! Hello! Hogy vagy? És te? Apu, te hogy vagy? Nem megyek be a Curse Roomba. Nézzük mi ez. Friends till the end. Na jó, menjünk be a Curse Roomba! Tegyük meg! Egy Soul Heartért. Még egy kis kamikázi flyok. Hát és nézzük meg Isaac-et. Akinek csúnya vége lesz. Á, eltalált!
de meghalt. És menjünk a ládába, ahhoz mindent ki tudunk nyitni, ami szemszájnak ingere. Annak ellenére, hogy egyik sem túl hasznos jelen helyzetben. Még egy kis... Ezek... Razor Blade. Vegyük fel a PhD-t, ami talán később jobban jött volna. És menjünk el jobbra, aztán úgyis kiderül, hogy fölfele van a boss. Három videó. Megizzasztottak, jaj nem. Talán Lastot kellett volna utoljára megölni, csak nem egy olyan könnyű dolog. Poison-tást lehet, hogy nem lett volna annyira haszontalan. Úgyhogy így most már azt ölöm meg, amelyik közel jön. Strength. Az egy kis damage up lesz a bossra. Super slot. Meg a hülye. Ó, kis poison bombs. Szóval a hülye pókjai. Azt akartam kihozni az egészből. Most meg Gluttonyt kellett volna utoljára megölni, de hát a tököm se tudja irányítani, hogy mit lőjek és merre. Kösz a Steam Sale-t. Most már nagyon sokra megyek Blue Baby ajtaja előtt. Vele. Hát erre kíváncsi leszek. Erre a fightra. Toljuk el, amink van. Ó, hát ez nem is sebződött annyira, mint hittem. Ja de, csak nem jól dobtam elsőre. Ennyi volt Blue Baby. Egy késdobás, egy fázis jelen helyzetben, hogyha jól sikerül az a késdobás, és ennyi volt a játék. Úristen, ez az utolsó kör. Életem egyik legjobb, eddigi egyik legjobb köre volt. Ezt kijelenthetem nemes egyszerűséggel, és nagyon nyugodtan teszem ezt. Annak ellenére, hogy mondom, már több mint 60 epizódon túl vagyunk. Hát nagyon remélem, hogy élveztétek ezt a viszonylag hosszúra nyúlt videót és ezt a tripla epizódot. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ma. Viszlát holnap és sziasztok!